A ringben így igazi showman, azonban a kamerák előtt már kicsit izgulósabb. A mai vendégem Talósi Péter, profi ökölvívó. Hát kezdjük az elejéről. Hogy jött számodra az ökölvívás? Miért pont ezt választottad? Sziasztok, üdvözlök mindenkit. Családban ezt sportolták, aztán lementem én is teremben, nagyon megtetszett, aztán lent maradtam. A bátyád volt az ökölvívó. Voltak ilyen kis frusztrációk közöttetek? Hát csak jó értelemben egyébként ilyen, nagy tesó, kis tesós kesztyűzgetések, de hát igazából volt, amikor edzésen elfajult és agyrázkódásom lett a vége, de aztán anyu korrigálta. Azok kis kiskesztyűzések, szóval amikor agyrázkódásod van? Hát az ilyen kicsit eldurvult a helyzet, tudod, de utána otthon anyukám korrigálta a helyzetet, hogy azért a kis gyerekkel okosan, meg ilyesmi, de igazából ebből tanultam, meg ebből is fejlődtem. És Sokat csak... jelentett, hogy ott volt melletted bátyád? Igen. Így a karriered szempontjából? Igen. Igen, tetszett. Nehéz volt elindítani ezt az egészet, szóval hogy lehet e, belecsöppenni ebbe az amatőrökövívásba? Hát figyelj, hogy jártam, edzésre minél, minél többet, aztán egyre jobban tetszett. Elkezdett tolni, nyomtad, és akkor már, hát ugye már az edződ mondta, hogy kéne indulni itt ott versenyen, bemutató mérkőzések lett építve, utána már, hogyha elérted azt a Serdülőkorosztályt, Serdülő Magyar Bajnokság, Diákolimpia, utána már korosztályos válogatott lettél, azt is nyomt és akkor végül, hogyha neked az annyira fontos, hogy megmaradjon az életedben, és ez, ez legyen az életed, igazából akkor megmaradsz benne. És te meg is maradtál benne, ez lett az életed. Mire vagy úgy a legbüszkébb? Számomra például az elég fontos, mert volt, amikor mondjuk ö, ifi korosztályban, aranykesztyű tornán, azt lehet így rémlik, így nagyjából az arányi kesztyű. Igen. Na, ott döntőztem, sikerült döntőznem, egy kazak versenyzővel bunyóztam, és megvertem a srácot egyébként, jobb volt a nála. Két menet, három menetet boxoltunk, két menetben jobb voltam, egyet szerintem ő megnyert. Őszintén én így látom, és akkor ő, hát kihozták őt. És az akkor az szarul esett egy kicsit, de ez van. Egyébként, amire büszke, ott a második hely, most arra már visszagondolva a második helyre is büszke vagyok de az aranynak nyilván jobban örülnék. Viszont amire büszke vagyok nagyon még, az a felnőtt magyar bajnoki címe. És ugye bel is kóstoltál már a profi ökölvívásba is, ahol hát mondhatnám, hogy tapasztalatot gyűjtöttél, de nagyon gyorsan kivégezted az ellenfeledet. De mégis erről mesél, milyen élmény volt egy profi ökölvívó gálán fellépni? Ugye a New School Promotion gáláján voltál. Igen. Más impulzus, teljesen más, teljesen más. Jó, nekem tetszik. Úgyhogy biztos, hogy fog még profiskodni, meg hát ez ugye a cél is. Ez a hosszú távú terv, hogy Igen. átmenni teljesen, vagy mind a kettőt egyszerre szeretnéd dűzni. Hát most még így, ameddig van ez az olimpiai ciklus, vagy ameddig így lehet, mert igazából négy-hat menetig szerintem nem kell változtatni olyan sokat a felkészülésen, meg az a bunyón se. Mondjuk egy adott boxolónál, nálam se, és akkor mondjuk ameddig lehet, akkor nyomom egyszerre a kettőt, de utána már nyilván, amikor már változtatni kell, akkor már profi lesz a cél. És profiként a világban, kívül, gondolom, mint minden ökölvívónak, az az álmod. Szerinted képes vagy azt a szintet megugrani, hogy átalakítsd a stílusodat a profi ökölvívásra? Igen, és ezt minden nagy képviség nélkül mondhatom, hogy biztos vagyok magamban, nem nagy szeretném mondani, hanem igen, ez a cél is el szeretném érni. Ugye legutóbb is uh, úgy volt, hogy boxolni fogsz a New School Promotion gáláján, azonban egy késérés miatt ezt, ezt, visszamondtátok. Hogy van a kezed azóta? Igen. Hát ugye a most, ami volt utoljára decemberben ez a felnőtt ökölvívó magyar bajnokság, megsérült a legelső nap, hogy balhoroktól átütettem a kesztyűt, valahogy olyan erősen ütettem, hogy át tudtam ütni a kesztyűt, és igazából le is ment a srác, de most kezem megsérült, a szallagon megsérült, és úgy bonyolztam még három meccset végig. És végül meg is nyerted a magyar bajnokságot, ugye? Igen. Azért nem mellékesen. Igen, sikerült igen, a döntőbe kiadtam mindent, az jó volt, de hogy ott megsérült, és sajnos annyira megsérült ez a három utána lévő három meccs hogy két hónapot ki kellett hagyjak, és nem tudtam elindulni. Most jött helyre egyébként, most már jó. És akkor így mik a tervek így a, erre az évre nézve? Hogyha már egy helyre jött a kezed, akkor gondolom tervem vannak a mérkőzések. Hol láthatunk téged idén? Igen. Mik a tervek? Most a felnőtt világbajnokság a tervem. Üzbegisztánban lesz Taskenve májusba, aztán arra készülök. Már egyébként már elkezdtem a felkészüléstre. És ez hogy zajlik ilyenkor egy felkészülés? Edzőtáborok, mész a válogatottal? Igen, és ilyenkor fel is készíted magad arra, hogy több meccs, minden, is, végül az a cél, akkor gondolom, hogy megnyerd. Igen, igen. Hát de, nem, hogyha nem is az arany, de egy érem azért, az már, az már elég jó lenne, és felnőtt vb az azért annak már eléggé tudnék örülni. De igen, 6 hét még az edzőtábor, lesz két verseny is benne, ilyen, hát ilyen célállomásos verseny, megnézzük, hogy mi a hiány, mind kell még javítani, mind kell még dolgozni, hogy igazából tükröződjön az, hogy mennyit raktunk bele, vagy mennyit kell még belerakni. Ugye, és te mit érzel, mit tapasztalsz? Ugye a Magyar Ökölvű Szövetségben változás történt, ugye új elnök lett. Te hogy érzed, fordult valamit ez az egész sportág? Jobb lett egy kicsivel? Szerintem lesz változás. Szerintem lesz. Még elég friss a dolog, de szerintem ez jó lesz. Jó lesz. Hallottam egy-két tervről, amit még nem szeretnék így elmondani, de csak hallottam félfüllel, és szerintem azok eléggé jók lesznek, jól sülhet el az egész. Biztos, hogy lesz eredmény majd. És te, mint ökölvívó, te mire vágysz? Mi az, amit szeretnél, hogy változtassanak? Hát több nemzetközi tábor kéne esetleg Már nekünk kimenni, új impulzus, mert ugye bár, bár hazai körülmények között jobban teljesít az ember, mivel az van hozzászokva. Viszont kint külföldön, már másképp teljesítenek egy idegen környezetben, mert az új dolog, stresszes lesz az ember, szóval biztos, hogy azt kéne szokni. Szóval ugye voltál már többször is kint, ugye voltál már Anthony joshua a termében is, hogyha jól tudom. Igen. Mennyiben másabb volt a kinti edzések? Szóval, hogy azt érzed, hogy ég is föld a magyarhoz képest? Hát sokszor teljesen más a mentalitásban, jobban összearakva, a profizmus, ahogy hozzáállnak, kicsit más. Más, kimondhatom bátran, hogy ez más, igen. És mi az, amit kívánjak neked, úgymond erre az évre? Mit szeretnél elérni? Milyen? Sok szerencsét. Sok szerencsét kívánjak? Igen. Hát akkor sok szerencsét kívánok a karrieredhez, és hát remélem még sokat hallunk rólad. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy itt voltál. Én köszönöm.